Ez a feladat is az elsősök próbái közé tartozott a Bánki Iskola csütörtöki gólyaavatóján, ahol az osztályok különböző ügyességi vetélkedőkben mérhették összetudásukat. A DSTV által megkérdezett diákok élvezték a rendezvényt. Nagyon jó dolognak tartom, mivel hogyha bekerülsz egy középiskolába, valami jóval kell indítani, és szerintem ez nagyon szép dolog, hogy minket kiállítanak ilyen feladatok elé, megnézzék, hogy milyen képességeink vannak, vagy milyen kreativitásunk, és hasonló. Itt a gólyavatón több mindenkit meg lehet ismerni, így, hogy így felsorolják a neveket, és szerintem ez így nagyon jó, hogy beavatják, mert így, hát igen, az ismerkedés miatt inkább. A feladatok közt volt toronyépítés könyvből, sorverseny, valamint Bánki kvíz is, amely azt méri, hogy a 9-es osztályok egy hónap alatt mennyire ismerték meg az iskolát. Volt azonban olyan feladvány is, amely előzetes előkészületeket igényelt. Az osztályoknak be kellett öltözni, az idei évben csecsemők, földművesek, menyasszony vőlegények, illetve görög isteneknek öltöztek be az osztályok. 4 elsős osztályról van szó, ők előzetes produkciókkal készültek, osztálytáncokkal, viccekkel, énekekkel, dalokkal. A Bánki iskolában minden évben október közepén rendezik meg az elsősök avatását. A diákok ezzel válnak az iskola teljes jogú tagjává. Nagyon várták már a gyerekek, lázas készülődés előzte meg, igazából szeptember elejétől már erre készültek, gyűjtötték az ötleteket, a jobbnál jobb, még nem megunt feladattípusokkal kísérleteztünk. Bognárné Pongrácz Mária kiemelte, mind a felsőbbévesek, mind pedig a gólyák nagyon várták már a rendezvényt, hiszen ezen a délutánon a tanulók a tanórai kereteken kívül is megismerhették egymást. Az eseményen mintegy 120 diákot avattak fel.